két autó csomagtartója is dugig volt a Tóvárosi Általános Iskolától érkező adományokkal. A csomagokat pedagógusok és diákok hozták el az intézménybe. Sok mindent rejtettek a csomagok. Általában ételek szoktak lenni, most inkább ilyen karácsonyi csomagokhoz gyűjtöttünk adományokat, szóval ilyen tisztítószerek. A Tóvárosi Iskolában minden évben rendeznek adománygyűjtést a Kríziskezelő Központ ellátottjai számára. Kértük a segítséget, hogy a konzerveken kívül édességet, dezodort, ami éppen adódik, amivel ugye tudunk az embereknek segíteni az utcán, illetve a bentlakóknak, hogy tudnának-e gyűjteni. Gyakorlatilag egyből ráálltak, hogy ez természetes, és meg is hirdették, ahogy én tudom, és a mai nap pedig elhozták azt az adományt. Azt a sok adományt, amit majd karácsonyi csomagokba beleteszünk, és hát ezzel kedveskedünk a hajléktalanoknak. Zsabka Attila hozzátette, karácsony előtt több fehérvári iskolából is érkeznek adományok.